Azzal lerázhatom Ashley-t. Na szóval, itt láthatod, miket intézett és vett Grace a sáskajárás óta. Tudtam, hogy Rose-nak lesznek fiúi, és nem gond. De hogy az ő korában utazgasson, milyen jól ismeri őt. Na és, szekrénybe zárnád 25 éves koráig? Ez butaság. 25 évesen korai kiengedni. Tudom, ne haragudj, koncentrálok. Szóval, muszáj volt pótolnunk a szénát, az alpakatápot, a lovas ellátmányt. Ó, várj csak! Ezeket készpénzzel fizettétek. Honnan szerzett Grace ennyi pénzt? Grace-nek nem erőssége a könyvelés. Tisztázom vele, te csak törődj Rose-zal. Nem, eszemben sincs. Tudod, ennek semmi értelme. Figyelj, szerintem jobb lesz, ha most előkeríted. Majd utána járunk Grace-szel. Jól van. Igen, megyek. Megkeresem. Köszi. Semmit se tudok róla. És mi lenne, ha minél előbb kérdőre vonnád őket? Te is voltál kamasz, fiú. Mi járt a fejedben? Te is voltál kamasz, lány. Miket produkáltál? Buta kérdés. Nem, Rose, értelmesebb, mint én voltam ennyi idősen. A Remzi hágóra indulunk, úgyhogy nyugodtan dolgozz csak. Le akartok rázni? Utoljára mondom, hogy nem vagyunk egy pár. No, talán nem kellene tiltakoznunk. Oda-haza találkozunk. Sziasztok. Hé, igaz, hogy itt már 6 évesen megtanultok vezetni? Igen, amint leér a lábunk a gázpedálhoz. Értem, motorozhattok is? Ehhez nincs jogsím. Ez egy magánbirtok, és anyád a tulaj felesége, így ez a tiéd is. Jó, de tudod vezetni? Igen, gyerekjáték. Akkor is gyáva leszel, amikor utazgatunk. Betai vagy? Na, ugorj fel! Nem vagyok Betai, Vili. Helyes, jól van, jól van. Kösz, hogy használhatjuk a nyírópajtát. Nagyon hálás vagyok. Nos, az én érdekem is, hogy segítsek. Lemaradtam valamiről? Gond van a nyírópajtátokkal? Grace meglepetést tervez Stevie-nek. Eladja a gyapjút. Nem is tudtam, hogy ilyen jóban vagytok. Ó, megtesszük egymásért, amit lehet. Szia! Köszönöm. Ezt többször nem játszhatjuk meg, még furán venné ki magát. Nem érdekes. Számtalan módon keresetek pénzt. Ez csupán egy volt. Na, jól mulatsz vagy sem? Te megszállott vagy. Kinyitom. Ez meleg volt. Hogy mekkora mázlid van? Talán mégsem. A motor gajra ment. Stevie tutira ki fog nyírni. Dehogy is, majd visszatesszük, és észre sem veszik. Az pofátlanság. Jól van, akkor ide dugjuk a motort, amíg Taylor meg nem javítja. Nyugi, ne parázz. Nem biztos, hogy menne neki, és ha bajba kerül? Majd kárpótoljuk érte. Meghívtak egy csúcs szuperbuliba, és őt is elviszik. Majd lesz szerelő, ő is megjavíthatja. Nem, nem, feldobna minket. Takarjuk. Ahó! Hogy jutottatok vissza? Patrick elhozott minket. Marcus szerint alkatrészért ment Fisherbe. Persze, de korábban visszaért. Figyi, tudom, hogy izgulsz az utazás miatt, de a szüleim belementek. Nekik nincs ellene kifogásuk. Tényleg? Mit
dugdostok? Ha nem dugdosunk semmit, csak... Hiszen ez a motor killernié. Egy kissé meghajlott, nem olyan vészes, majd rendbe hozzuk. Elkértétek? Hiszen a családunké nem gondoltuk, hogy szükséges. Akárhogy is nézzük, elloptatok egy motort. Csak gyerekek tesznek ilyet. És azt hiszitek, hogy körbeutazhatjátok a világot? Menjetek vissza és valljatok be minden Markusnak. És a pénzen, amit kértél. Kifizethetitek a javítását. És mi lesz az utazásunkkal? A szomszédba se jutsz el anélkül, hogy bajba ne kerülnél. Elfelejtetted? Gyerekeknek neveztem őket, és nem túl kedvesen. Hát megfújni a motort, az sem volt fényes ötlet. Hányszor kell még hasonlókat átélnem? Volt egyszer a rossz tanulás krízis, majd megtudta, hogy az anyja vagyok krízis, a pocsék fiú krízis, szeretném, ha egyszerűbb lenne. El kell fogadnod, hogy nem így megy. Nem ártana, ha megbeszélnétek és kibékülnétek. Szegény kicsike beakadt. Vissza akart jutni az anyjához. Jól van. Szabadítsuk ki, azután kiderítem, Ró szóba áll-e még velem. Segítünk rajtad. Nyugi. Nyugalom. Jól van, ne félj. Tényleg a te ötleted volt a motorozás? Persze, akkor jónak tűnt. Mi van? Tényleg én találtam ki. Aha. Helyes srác, én ugyanezt tettem volna. Van köztetek valami? Rosszabb vagy, mint anyu, nem nincs köztünk semmi. Szeretnéd, ha lenne valami? Nem tudom. Ha megtörténik, hát meg lesz. Sokat hallottam ám rólad. Volt néhány őrültséged? Persze, de az egészen más, hiszen itt volt anyu, és mindig helyrehozta. De most már magamra maradtam. Boldogulsz majd. Persze. És Kim ott lesz, hogy vigyázzon rám. Hát persze, de jó neked. Srácok, nyissátok ki a szemeteket. Nem veszíthetünk. Teniszlabdát használunk, és ez nem világbajnokság. Ne vedd túl komolyan. Minden sport komoly, Grace. Szomorú, hogy nem tudod. Hát ti volt focisták, mindegy formák vagytok.